Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 20. része, amiben folytatjuk a passzív optikai hálózatot felölelő sorozatunkat. Ezúttal az XL Gapon ügyféloldali berendezéseit ismertetjük. Napjaink távközlési hálózatainak egyik legnagyobb kihívása különböző típusú szolgáltatások, vagyis tévé, telefon, internet egy időben történő kiszolgálása. A Gapon hálózatok esetében háromféle beállítás létezik a sávszélesség szabályozására. Lefoglalt, garantált és best effort. Ezeket egy kapcsolaton akár variálhatjuk is, így a VoIP lehet lefoglalt, az IPTV garantált és az internet pedig best effort. Ebben az esetben VoIP kapcsolatok számára minden körülmények között biztosított a sávszélesség, az IPTV számára akkor áll rendelkezésre, ha az előfizetők használják, az internetes forgalom pedig minden esetben a fennmaradó sebességre korlátozódik. A sokféle szolgáltatás típus kiszolgálásának érdekében az XL széles termékpalettával rendelkezik az előfizetői eszközök, vagyis onuk tekintetében, amelyek kategóriájukon belül kifejezetten jó árérték arányjal rendelkeznek. Ezeknek egy közös tulajdonsága van, mindegyik rendelkezik egy darab Gapon optikai interfésszel, amelyek segítségével csatlakozik a hálózathoz. Lássuk akkor az eszközöket. A PMG 1005T20B egy egyportos eszköz, alkalmas üzleti és lakossági végpontok kiszolgálására, de mellőznünk kell az IPTV és VoIP funkciókat. Apró és esztétikus kivitelének köszönhetően a lakás vagy iroda bármelyik helyiségében észrevétlen tud maradni. A következő lépcső a PMG 5317T20B, amely Wi-Fi-vel, 4 darab gigabites LAN-porttal és 2 darab telefoncsatlakozással rendelkezik, valamint el tud látni router funkciókat is. Ezen eszközzel már megvalósítható a komplett Triple Play szolgáltatás is. Amennyiben IPTV helyett analóg TV adást szeretnénk szolgáltatni, akkor a PMG 5323B20B modellre lesz szükségünk, ami a korábban felsorolt router funkciókon felül rendelkezik egy RF overlay porttal. Ha meglévő aktív eszközt szeretnénk Gapon előfizetői berendezésként használni, arra is van lehetőség a PMG 3000D20B típusú SFP modul formájában, amivel nem kell más tennünk, mint behelyezni az ügyfél oldali eszköz SFP portjába és bekonfigurálni rajta a megfelelő paramétereket. Ez volt tehát a Vlog 20. része. A következő részben az XL felügyeleti és menedzsment rendszer ismertetésével folytatjuk a sorozatainkat. Iratkozzatok fel a csatornánkra! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!